Amit most láttok, az a 2022-es Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőiről egy fotó. A megválasztott 135 képviselőből szabad szemmel még éppen kivehetően 14 nőt láthatunk. Magyarországon 2021-es adat alapján a népesség 52,1%-a nő. A magyar kormány szerint ez 90%-nyi férfival és 10%-nyi nővel lehet a legjobban képviselni. Ha egyet feljebb lépünk, az újonnan bejelentett 15 miniszter közül összesen egy nő kaphatott szerepet, ez Varga Judit, igazságügyminiszter. Nem akarom mentegetni a neonácikkal kiegészített ellenzéket sem, ott sem sokkal jobb az arány. Ők a maradék 63 helyből 14-et töltöttek fel nőkkel, ez kicsit több, mint 22%. A nők aránya a parlamentben 14,1%. Az Európai Unióban az előző ciklusban nálunk volt a nők aránya a legrosszabb, a Perline majdnem 200 országos listáján pedig 151. helyen voltunk, éppen megelőzve Máltát. A máltai választások viszont március végén kifejezetten nőknek adott pár helyet, így a nők aránya 13,4%-ról 27,7%-ra ugrott fel. Nálunk kettővel több nő került a parlamentbe, így a még májusra nem frissített listán a 151. helyről a 150. helyre lépnénk fel. Természetesen egy férfi is tudna a nők érdekében politizálni, de a magyar tapasztalat nem azt mutatja, hogy ezt tényleg meg is teszik, és rendszer szintű problémákról árulkodik, hogy ennyire aránytalanul nem jutnak vezetői pozíciókba nők. Erre válaszként szokott előkerülni a női kvóta kérdése, például az EU is éppen most fontolgatja ennek a bevezetését a vállalatok igazgató tanácsában. A kvóta hátteréről viszont érdemes pár dolgot tudni. Világszerte igen sok szakértő és politikus foglalkozik a nemi diverzitás problémájának megoldásával. A politikán kívül például a Fortune 500 a világ legnagyobb cégeit listázza. Itt jelenleg 15% a női vezetők aránya, ami bár hatalmas fejlődés a korábbi évekhez képest, de ez az arány még mindig borzasztó. Alacsony. Az üvegplafon, a láthatatlan fal, amely megakadályozza, hogy a nők karrierjükben magasabb pozíciókba kerüljenek, köszöni szépen, jól van. Változás nem nagyon, vagy csak nagyon lassan történik. Gyakran tapasztalhatunk implicit és explicit torzításokat, vagyis hogy tudattalanul vagy tudatosan részesítünk előnyben bizonyos emberek csoportját, jelen esetben a férfiakat a nőkkel szemben. Steinpreis és munkatársai kutatása alapján ugyanolyan munkára jelentkezésekből papíron kétszer annyira tartották alkalmasnak a Brian nevűeket, mint a Karen nevűeket. A kísérlet még a nagy Karenezés korszaka előtt zajlott. Hasonló negatív torzítást talált Kang és munkatársai, amikor afroamerikai, latinamerikai vagy homoszexualitásra utaló információkat csempésztek be a jelentkezési papírba, szemben azokkal, akiknél ilyen információk nem voltak. Trix és Psenka szövegelemző kutatása alapján a női ajánlólevelek rövidebbek, inkább fókuszálnak személyes jellemzőkre és kevésbé a teljesítményre, így egy női jelentkező kevésbé tűnhet kompetensnek pusztán azért, mert rosszabb az ajánlólevele. Wood Brooks és társai ugyanazt a fiktív feltörekvő céget mutatták be egy online PowerPoint előadáson, annyi különbséggel, hogy egyszer férfi hang, másszor női hang narrálta. A férfi hangosat dupla annyira ajánlották befektetésre, mint a női. Rengeteg oka van annak, hogy a nőket miért tartják sokkal kevésbé alkalmas vezetőnek. A nőket a sztereotípiák érzelmileg instabilnak, tétovának, kevésbé intuitív döntéshozónak és rizikókerülőnek állítják be. Ez több, mint szimpla szexizmus. Shane kutatása alapján a legtöbben férfiak és nők egyaránt, amikor vezetőt képzelnek el maguk elé, akkor férfit képzelnek el. Pozitív, ha Sheryl Sandberg nyomán egyéni szinten be tudják magukat dobni a nők, de a tapasztalat az, hogy a férfiasnak tekintett nyomulással falakba ütköznek. Ezen kívül belejátszanak ebbe olyan mély társadalmi folyamatok, amik alapján a fiúkat inkább kockázatkereső, vezetői pozíciókra készítjük fel, és segítségkérés helyett az önálló probléma megoldást szorgalmazzuk, a lányokat pedig inkább konformista, békítő szerepekre szánjuk, és kritikus helyzetekben az önálló probléma megoldás helyett inkább segítségkérésére bíztatjuk. Ez a nemi megkülönböztetés a nevelésben természetesen mindkét nemre nézve káros. De ez a hagyományos. Nem véletlen, hogy a nemrég megválasztott köztársasági elnök Novák Katalin saját vélt vezetési képességét kb. Az anyai gondoskodás erejéből vezeti le. Anyaként és feleségként erre a békességre, megértésre, biztonságra törekszem. Elnökként is a békesség embere akarok lenni. Egy Fidesz-féle macsó kultúrában ez még éppen elfér, és őszintén szólva Novák kinevezését a kormánytól jó húzásnak tartom. Egyfajta hagyományos női eszencializmussal magyarázza a női vezetői készségeket is. A nők a békét akarják megnyerni,
és nem a háború. Félre ne értsetek, Novák Katalin ugyanolyan bólogató igen ember lesz, mint Áder János volt, de egy nő kinevezésének szimbolikája, pláne a választási hajrában azért ügyes volt. Ha a macsó kultúrából indulunk ki, akkor talán nem is véletlen, hogy az ilyen nemi különbségekre az egyik leggyakrabban adott válasz, hogy az ilyen vezetői különbségek természetesek, a nemek különböznek. Hogy ez a világ hasonlatban is nevetségesen alacsonynak számító magyar 14,1%-os női képviselő arányt hogyan indokolja, azt nem tudom. De valamennyi felületes igazság van benne, például a nemi hormon tesztoszteront nagyon gyakran hozzák összefüggésbe a fokozott kockázatvállalással. A vezetői pozícióba gyakran sok viszontagságon keresztül lehet csak eljutni. Persze nem a tesztoszteron tesz valakit jó vezetővé. Néha ez a nemi különbséges érvelés misztikus szexizmusba torkollik. Ez történt Puzsér Róbert női kvótás vitájában 2016-ban. Férfi testbe átlagosan 85%-nyi Mars és 15%-nyi Vénusz kerül. Egy női testbe átlagosan 85%-nyi Vénusz és 15%-nyi Mars kerül. Ó, baj. A nemi különbségnél is gyakoribb válasz az, hogy éljen a meritokrácia, avagy a teljesítmény alapú kiválasztás, az megszünteti ezeket a torzításokat, mert abban úgyis a legjobb jelöltek kerülnek pozíciókba. Sokakat annyira elkápráztatja a meritokrácia mítosza, hogy emiatt nem is lehet erről a problémáról érdemben beszélni. Hívhatjuk ezt a meritokrácia paradoxonának is. Gyakran pont az gátol meg minket abban, hogy észrevegyük a torzításainkat, hogy a rendszert, amiben élünk, és benne önmagunkat is meritokratikusnak gondoljuk. Zéner kutatása alapján talán nem meglepően, Amerikában pont a vezetői többséget képező fehér, hetero férfi csoport gondolta leginkább meritokratikusnak a rendszert, a kisebbségek gyakrabban feltételeztek titkos szabályokat, és azt gondolták, hogy ritkában tudnak lehetőségekhez jutni. A kvóta a változást akarja mesterségesen meggyorsítani. Ezt két fő területen szokták a leginkább javasolni, politikában, erre jó példa Franciaország vagy Ruanda, és cégek vezetésében, erre az egyik legnevezetesebb a Norvégiában 2008-ban bevezetett szabály, miszerint minden bejegyzett cég igazgató tanácsában 40% nőnek kell lennie. A gondolat szerint a kvóták mesterségesen beindítanak egy változási folyamatot, ami eddig természetes módon nem történt meg. Kvóták több problémát hoznak felszínre. Egyik probléma a stigmatizáció. Az ellenzők szerint azok az emberek, akiket a kvóta alapján beválasztanak, megbélyegzettekké válhatnak, kiközösítik őket, úgy kezelik, mint akik nem érdemelték meg a pozíciót, nem a képességük alapján kerültek oda. Our constitution says all people are equal before the law, so I don't need a quota. It will just ruin in the long term the reputation of those who benefit from the quota. És itt újra a meritokrácia paradoxonánál vagyunk. Az sem garantált, hogy a kvóta szerint beválasztott emberek valóban hallatni tudják a hangukat, vagy nem tokenizálják őket, az egyenlőség látszatát alátámasztva szimbolikus jelképnek tekintik őket, ezáltal gyakran a kisebbség szószólójává teszik a helyet, hogy emberként kezelnék őket. Erre a kvótapártiak megoldása a kritikus tömeg. Ezért húzzák meg a női kvótákat jellemzően 30-40% körül. Tehát ha nem csak egy, hanem 2-3 nő is van a csoportban, akkor ezek a folyamatok megszűnnek. Másik probléma, hogy sokan nem érzik ezt fairnek. A nőkkel szembeni pozitív diszkrimináció egy férfiakkal szembeni negatív diszkriminációt eredményez. A kvótát támogatók szerint ez csak kiegyenlíteni kívánja azt a társadalom adta játékteret, amiben a nőket lényegesen több hátrány éri. A gondolatmenet szerint a kvóta adhat egy női reprezentációt, egy példaképet, hogy nők is lehetnek vezető pozícióban, és így kevésbé félnek például a munkahelyi szexizmustól. Jelenleg sok területen nincsenek, vagy alig vannak női példaképek, egy kvóta tehát hosszabb távon is tudhatna segíteni. Remélhetőleg idővel a társadalmi attitűd is megváltozik. Ezért nagyon gyakran a kvótákat csak átmeneti megoldásnak gondolják. Az a félelem sem valósul meg, hogy ne találnának elég kellően alkalmas nőt. Gyakorta a régi munkakereső folyamatosak túlságosan szűk keresztmetszetben működtek eddig belső ajánlásokkal. A kvótákat támogatók felhoznak olyan pozitív hatásokat, hogy kellő számú nővel hatékonyabb döntéshozatal lesz, a menedzsmentet jobban ellenőrzik, a csoportgondolkodás megtörik, stb. Különböző hátterű emberek több szempontot hoznak be, olyan szempontokat, amelyekkel korábban talán nem is foglalkoztak. Lényegében ezzel kampányolt Dobrev Klára is az előválasztáson. Az OECD-nek van egy felmérés, hogy a nők általában miniszterelnökként jobban össze tudják tartani a koalíciós kormányokat. Próbáljuk meg itthon is. Sajnos eddig nem nagyon lehetett kifejezett hatást tapasztalni a kvóták eredményeképpen. Se pozitívat, se negatívat. A kvótát alkalmazó országok idővel kevésbé utasították el a kvóta ötletét, de a felső vezető
vezetésben bekövetkezett hatások nem csorogtak le alsóbb szintre. Eddig úgy tűnik, hogy sem a félelmek, sem a remények nem valósultak meg. A kvóta beszélgetésből gyakran kimaradt szerintem az egyik legfontosabb alapvetés, a kvóta előtt is tehetnénk többet. Bár feltétlenül szükséges, nem elég annyi, hogy jogegyenlőség, és aztán majd valahogy megoldódnak a társadalmi egyenlőtlenségek. A nők nincsenek korlátozva a jogaikban, a nők a társadalom közgondolkodásában vannak korlátozva, hogyha viszont ennek ellenére a jogot próbáljuk meg elhajítani a kvóta útján, még messzebb kerülünk az igazságosságtól és az egyenlőségtől. Mivel a probléma a közgondolkodásban gyökeredzik, azt ott is kell megoldani. A társadalom kollektív fejlődése, ez hozza el a változást. Talán a legnagyobb nőket érő hátrány a gyerekvállalásban és nevelésben van. Fontos lenne a gyermekgondozási intézmények fejlesztése, de az apai hozzájárulást is lehetne erősíteni, például az olyan gyes kiterjesztésével, amit csak az apa használhat fel. A rugalmasabb munkavállalás is fontos lenne, legyen az óraszámban, vagy otthoni munkavégzésben. De ugyanígy az idős gondozásban is aránytalanul nagyobb szerepet töltenek be nők. Vegyük azt is észre, hogy egy vezetői munkakörben tevékenykedő nő jellemzően vagyonosabb háttérből jön, és sokkal több segítség áll rendelkezésére feleség, anya, gondoskodó feladatköreiben. Ezért sokkal könnyebben meg is birkóznak a feladatokkal. Egy nem túl jó anyagi körülmények között élő nőnek ezek nem adatnak meg, ezért nagyon sok karrierre vágyó nő nem is vállal gyereket. Ilyen hátrány a férfiakat kevésbé éri. Számos olyan intézkedést lehetne tehát még hozni, ami ezeken a jogon túlmutató egyenlőtlenségeken faragna. Azért meg kell említenem, hogy bár női kvótáról volt eddig szó, az ilyesfajta reprezentációs probléma nem csak a nőknél van jelen. Társadalomként igencsak rosszul ismerjük fel, és használjuk ki az emberi tehetségeket, és nem csak a jó vezetői képességű nőket nem ismerjük fel. Üvegplafonok mellett más láthatatlan falak is vannak. Férfiakat is eltántorítunk például a tradicionálisan női tanár szakmától. Jelenleg Magyarországon mondjuk mindkét nemet, de ez más kérdés. Brutálisan magasak az ingatlanárak Budapesten. Ezért nem kicsit örültem, hogy találtam egy Dunaparti, Dunára néző ingatlant, ami pont kijön a pedagógus fizetésemből. Végre nem kell osztozni a szobatársakkal. Kicsit hangos, de legalább könnyű tisztán tartani. Két születéskor ugyanolyan kiváló intelligenciájú gyermek életét előre meg tudja határozni az, hogy gazdag vagy szegény családba születik. A magyar foci egyik különös tragédiája, hogy hiába van olyan nagy roma kisebbség hazánkban, és tehetségben nem lenne hiány, roma focistákat alig látni. Erről a 444 csinált egy igen jó videóriportot. A társadalmunknak az lenne jó, ha a legtehetségesebb emberek a képességeikhez illő legjobb pozícióba kerülnének, de ebben újra és újra megbukunk. Ezek persze nagyon komplex folyamatok, amikhez először is kompetens, felelősségre vonható vezetés kell. Nekünk pedig felelősségre is kell őket vonnunk, amikor hibáznak. Szerintem a politika egy kicsit más téma, mint a cégek vezetése. Leginkább azért, mert a jó vezető politikus olyan ember, aki hatékonyan dolgozza fel a hozzá bejövő információkat, azokat felkészülten feldolgozza, hogy döntésképes legyen, majd ezeket effektíven kommunikálja. A kommunikáció miatt a reprezentációs szerep itt nagyon fontos. Egy döntési folyamat eredményének ad arcot. Nem köteleznék senkit se kvótára, de hasznosnak tartanám, ha a pártok saját maguknak írnának ki belső kvótákat, mint tették azt egyes német pártok. Magyarországon a kvóta kérdést viszont értektelennek tartom. Megint a magyar politikai vezetés miatt. A Fidesz így is, úgy is áthúzza a saját akaratát, a saját magukra alakított rendszer választásain nem lehet őket megverni. Nem hiszem, hogy felül tudna emelkedni a macsó arcélen. Vagy önnek én jutok mindenről az eszébe, vagy pedig sok közös témánk van. Remélem, hogy ezt a speciális érdeklődést más minisztertársammal is megosztja majd. Úgyhogy visszahívja-e? Most nem szeretne? Végül is teljesen mindegy, hogy 14, 34 vagy 64 nő szavazza meg az Orbán Viktorra épülő Fidesz bármilyen politikáját. Egy jól működő demokráciában, ahol a kiegyenlítő szociális intézkedések kiterjedtebbek, mint például Norvégia, ott szerintem van legitimitása a női kvóta kérdésének. A magyar társadalom ilyen férfi központúsága viszont tünet, aminek a rendszer mélyebb romlottságában vannak az okai. A tüneti kezelés most már nem elég.